Köszöntök akkor mindenkit szeretettel. Ez a karbonlábnyom csökkentés otthon lépésről lépésre kis sorozatunk tavaszi negyedik része, és egyben utolsó része. Kicsit hezitáltunk, hogy megtartsuk-e még ezt a részt, mivel hogy közben megnyitottak a teraszok, és úgy gondoltuk, hogy lehet, hogy sokan inkább azt választják egy újabb online lehetőség helyett, de azért hát kevesebben vagyunk, így 80-100-an szoktatok lenni, de nekünk bármekkora közönség értékes nagyon, úgyhogy tényleg köszöntünk titeket, és mielőtt belevágnánk konkrétan a tartalomba, átadom a szót Kristófnak, ő néhány technikai információt megoszt. Én is nagyon szeretettel köszöntök mindenkit. Pár dolgot szeretnék csak elmondani, ilyen technikai infót, aki esetleg nem ismeri még a Zoom-nak a használatát. Az egyik legfontosabb dolog talán az, hogy elindítottunk egy felvételt, hogy ezt később vissza lehessen nézni. Ha bárkinek esetleg problémája van vele, vagy nem szeretne rajta lenni, akkor szóljon nekem viszonylag gyorsan. Aztán, amit el szoktam mondani Zoom-mal kapcsolatban, aki nem használta volna még, hogy a jobb felső sarokban van egy ilyen kis gombocska, amit View felirattal lehet nézni, ott át lehet állítani ilyen Speaker View-ra, akkor az azt jelenti, hogy aki éppen beszél, az kinagyítja, vagy van egy ilyen Gallery View, ami meg azt jelenti, hogy ilyen kis kockákban egyenlő nagyságban vagyunk így egymás mellett, tehát itt ezt lehet váltogatni. Hogyha előadást hallgatunk, akkor érdemes a Speaker View-ra átváltani. Amikor ilyen közbeszélgetés van, akkor meg érdemes, hogy esetleg ez a gallery view-t nézni. Azt szeretném kérni, próbálunk rá figyelni, hogy amikor előadás megy, akkor kérem, hogy mindenki némítsa le magát itt bal oldalt, hogyha mozgatjuk az egeret, akkor egy ilyen mute nevezetű kis mikrofon alakzat jelenik meg, akkor azt kapcsolja ki a hangját. És természetesen, amikor beszélgetünk, kérdések vannak, vagy egyébek, akkor nyugodtan be lehet kapcsolni a mikrofonokat. Mi pár előadásra készültünk, Edina mindjárt el fogja mondani az ütemtervet, hogy akkor ez hogyan is alakulna ez a következő másfél órás kis szekció. Annyi lenne, hogy ha valakinek menet közben kérdése lenne, akkor szintén itt alul a menük között van egy ilyen nagy chat, oda bármikor be lehet írni kérdéseket, megjegyzéseket, kommenteket, és ezeket a végén összegyűjtjük, és akkor meg közösen beszélgetünk róla, úgyhogy akkor ez lenne a technikai info részemről, és akkor vissza is adom Edinának a szót. Jó, akkor én megköszönöm, Kristóf, akkor én megosztom most a képernyőmet. És azzal szoktunk indítani, hogy ki is vagyunk mi Grindipendent, hogy tudjátok, hogy mégis kiket hallgattok, milyen csapatot hallgattok. Mi egy 2005-ben alakult közhasznú non-profit szervezet vagyunk, és a legfontosabb célunk, hogy segítsünk a fenntartható életmód megvalósításában. Ennek érdekében mi kutatunk, és akcióprojekteket, képzéseket valósítunk meg. Tényleg nagyon sokféle dolgot csinálunk, hogy a legfrissebb információkkal, inspirációval tudjuk segíteni a fenntartható életmód megvalósítását. Hogy kik vagyunk a mai előadók, a témához illő képeket igyekeztünk válogatni magunkról. Fogtok hallani tőlem, Vadovics Edina vagyok, a kezdetektől fogva a Grindipendent munkatársa, jelenleg szakmai vezetője. És kollégánk Antal Orsi, akit fönt láttok, evez, viszik is, irányítja kis családját, segíti kormányozni a csónakjukat, ő is kezdetektől fogva velünk dolgozik, a Kislábnyom Hírlevél egyik szerkesztője, fő cikkírója. Látjátok alul egy függőágyba Szöllősi Anitát, aki jelenleg az Energiaközösségek programunk vezetője. Rengeteg tippet ír fenntartható életmód témába. Vele szemben a másik sarokban látjátok Zólyomi Ágit, aki május elején csatlakozott csapatunkhoz, de már régóta dolgozunk vele együtt különböző dolgokban. Fent pedig látjátok Vadovics Kristófot, aki szintén a kezdetek óta munkatársunk, és a mai nap egyik fő moderátora lesz.
hogy miről lesz ma szó. Egy kis ismétlést tartunk az elején, hogy mi is az a karbonlábnyom, milyen összetevőkből tevődik össze. Aztán fogunk beszélni a meghirdetett témákról, a közlekedésről, szabadidőről, nyaralásról, mekkora ezeknek a karbonlábnyoma, hogy tudjuk ezeket mi csökkenteni. És utána gondoltuk, hogy egy kicsit túllépünk a saját otthoni hatásunkon, és a közösségi kezdeményezésekről ejtünk pár szót. Tehát, hogyha már elértük a határainkat otthon, a saját háztartásunkban, hogyan tudunk másokkal együtt tovább lépni. És ahogy szoktuk, mindig most is megosztunk a végén hasznos anyagokat, kérdőíveket, információkat. És veletek, akik részt vesztek most a programon, meg fogjuk osztani a diákat is, mert elég sok linket is teszünk bele, tehát hogy utána tudjatok nézni még esetleg a számotokra érdekes dolgoknak. Miért csináljuk mi ezt a sorozatot? Az egyik fő célunk, hogy összekössük a gleccserolvadást a hűtőnkkel, tehát hogy van a klímaválság, amiről nagyon sokat beszélünk, nagyon sokat cikkezünk, és van a mi kis saját életünk, és mi szeretnénk abban segíteni, hogy a kettő között a kapcsolatot megtaláljuk, és hogy meg felfedezzük azt, hogy mi mindannyian mit tudunk tenni a saját életünkbe azért, hogy a klímaválságot enyhítsük, hatását csökkentsük, és adaptálódjunk ugye az most már elkerülhetetlen, illetve már most is érezhető változásokhoz. Mivel rajtunk egyéneken is múlik, ez az egyik programunk résztvevőjétől származó idézet, szerintem ő nagyon jól megfogalmazta, hogy miről is van szó, mi is az amit igyekszünk csinálni. Hogy az emberek általában azt gondolják, hogy a klímaváltozás a mezőgazdaságon, az iparon és a közlekedésen múlik, de rajtunk egyéneken is múlik, és ezt megtapasztalni nagyon jó érzés, hogy nem biztos, hogy az a jó, amit most természetesnek tartunk a mindennapunkban. Hogy befolyásolni tudunk dolgokat úgy, hogy annak globálisan is pozitív hatása legyen. Tehát tényleg ebbe szeretnénk segítséget nyújtani, hogy ezt meg tudjátok tapasztalni, és hogy együtt tudjunk tenni a klímaválság és az egyéb környezeti problémák mérsékléséért, feloldásáért. Nagyon nagy változásra van szükség. Ezen a kis ábrán a lila csík, viszintes csík, amin az ember áll, mutatja, hogy mekkora karbonlábnyomra kellene, hogy eljussunk. Úgy, hogy 2030-ig, és utána tovább csökkentsük együtt, hogy az fenntartható legyen, hogy a klímaválságot mérsékelni tudjuk, ne szabaduljon el, és ne okozzon visszafordíthatatlan hatásokat. Ez most jövedelmek szerint van beosztva, hogy kinek mekkora most a lábnyoma, és mennyit kellene csökkenteni, és látjátok, hogy a legfelső 1%-nak igen nagy csökkentést kell megvalósítania. Legfelső 1% jövedelem, az forintosítva azt jelenti, hogy évente több mint 30 millió forintot keres. Tehát havonta 2,5-3 millió forintot. Utána a legfelső 10% az éves 16 milliónál több jövedelem, tehát itt már azért Magyarországon is viszonylag többen lesznek, bár szerintem a legfelső 1%-ba is vannak nálunk is. Itt is még nagyon nagy csökkenést, karbonlábnyom csökkenést kell megvalósítani, sőt, még a középső 40%-nak, ahova a magyarok legnagyobb része is tartozik, harmadára kell csökkentenünk a karbonlábnyomunkat, és mindezt úgy, hogy közben a legalsó 50% jövedelmi csoportban tartozó ember növelhesse a karbonlábnyomát. Tehát tényleg nagy kihívás, és ezt nem lehet anélkül megoldani, hogy mi a saját életünkben ne változtatnánk a saját életmódunkon, a saját szokásainkon. Tehát nem lesz elég csak a technológiai fejlesztés, csak a vállalatoknál megvalósított változtatások, hanem a mi életünkben is szükség van változtatásokra. Különösen, hogyha a fogyasztás alapú számítást nézzük, akkor a globális karbonkibocsátások kétharmada a háztartások mindennapi életéhez kötődik. Ahhoz, hogy eszünk, hogy használjuk otthon az energiát, hogy közlekedünk.
Ugye, csak hogy egy kicsit összefoglaljam, mert beszéltem ugyan a karbonlábnyomról, de ez konkrétan azt mutatja meg, hogy az életmódunkhoz, a mindennapi életünkhöz mennyi, hány tonna széndioxidban kifejezett üvegházhatású gáz kibocsátás tartozik. És ez mikből áll össze? 6 fő összetevő csoportja van. A legelső a háztartási energiafogyasztás, tehát hogy mennyi gázt, áramot, vizet és egyéb erőforrást, főleg foszilis erőfogyasztást fogyasztunk ahhoz, hogy otthonunkat melegítsük, hűtsük, világítsuk, működtessük a gépeinket, legyen meleg víz, főzzünk, tehát hogy éljük a mindennapi életünket. Ezután a következő legfontosabb összetevő az étkezés, hogy mit és hogyan eszünk, hol vásároljuk, hol termelték azt, milyen módon termelték azt. Erről volt szó ugye az előző alkalmon. Azt elfelejtettem mondani, hogy a háztartási energiafogyasztásról a második alkalmon beszéltünk, és adtunk nagyon sok tippet. Az étkezésről az előző alkalmon, mind a kettőhöz kapcsolódó videó megnézhető a Green Dependent YouTube csatornán, tehát hogyha véletlenül nem voltatok ott, akkor vissza lehet nézni. A következő összetevő a mindennapi közlekedés, a rendszeres utazásaink, tehát hogy járunk minden nap munkába, iskolába, bevásárolni, mit csinálunk, hová utazunk hétvégéken, aztán, hogy töltjük el a szabadidőnket, mennyit utazunk szabadidőnkben, pontosan milyen szálláson vagyunk, miket csinálunk, esetleg karbonmentes elfoglaltságaink vannak, vagy kvadozni megyünk, és rengeteg karbont fogyasztunk szabadidőnkben is. Erről a két dologról lesz ma szó, és a maradék két összetevő, mivel abba háztartási szinten kevésbé tudunk beleszólni, tehát hát abba igen, hogy mennyi terméket veszünk, de abba nem feltétlenül, hogy azokat hogyan állítják elő, és mi lesz velük, amikor hulladékká válnak. Erre áttételesebb a hatásunk, úgyhogy ezekről csak érintőlegesen beszéltünk eddig. És az utolsó kategória, a közszolgáltatások, az, hogy mennyi energia fogy az oktatás, egészségügy, közúthálózat fenntartása, fejlesztése, létrehozása, működtetése során. Ebbe szintén nehezebben tudunk beleszólni, bár azért lobby erőnk, választási erőnk van, tehát ezt sem szabad alulbecsülni. Ezek grafikonok azt mutatják, hogy különböző országokban, hogy mekkora és hogy áll össze a karbonlábnyom. Magyarország ezek között nem szerepel, mert Magyarországról nincsen még részletes ilyen adat. Mi most dolgozunk rajta, hogy legyen, majd mindjárt mutatok erről is egy kis grafikon. De jól látszik, hogy a három legnagyobb tényező tényleg minden országban, nagyon különböző karbonlábnyomú országokban az élelmiszerfogyasztás, a háztartási energiafogyasztás és a közlekedés. Nem hiába szenteltünk ezeknek mi is több figyelmet. És a többi, a termékek és a szórakozás, közszolgáltatások, ott nagyobb szórás van egyrészt, tehát itt azért látszik, hogy a jobb módú országokban ez a lábnyom sokkal nagyobb részt tesz ki az összlábnyomból, mint a szegényebb országokban, ahol erre kevesebb lehetőség és pénz jut. Magyarországon mi eddig nagyon kicsi kutatást végeztünk arról, hogy mekkora az emberek karbonlábnyoma háztartásokra lebontva, és milyen tényezőkből áll össze. Itt egy 20 családot átfogó Pilis Csabai kutatás eredményét látjátok. Hát az is látszik az ábrán, hogy mi ebbe a termékeket és a közszolgáltatásokat nem tudtuk még belevonni, mert adathiány miatt, úgyhogy egy kicsit csal ez a teljes kör, de jól látszik, hogy mekkora részesedése van a mai témánknak, a közlekedésnek az összes lábnyomból. Ebbe bele van véve nem csak a mindennapi közlekedés, hanem a nyaralás szabadidő során való utazások, ide-oda mozgások, karbonlábnyoma is.
Ez meg egy olyan ábra, ami azt mutatja meg, hogy mivel lehet hatékonyan csökkenteni a karbonlábnyomunkat. Ez a gazdagabb országokra fókuszál, tehát ha szegényebb országokban vagyunk, akkor ez a sorrend nem ugyanaz, de Magyarország a gazdagabb országok közé sorolható. Bekarikáztam itt pirossal, hogy a mai témánk, ugye a közlekedés szabadidő elég előkelő helyet foglalnak el, tehát nagyon nagy karbonlábnyom csökkenést tudunk elérni, ha odafigyelünk arra, hogy például minél inkább autómentes életmódot folytassunk, hogy minél kevesebbet repüljünk, főleg a tengeren túli utak számítanak, ezt később meg is fogjuk részletesebben nézni, hogy ne is csak elektromos autót használjunk, hanem emellett is áttérjünk inkább az autómentes, minél inkább autómentes életmódra, vagy az ennél egy kicsit kisebb hatás, ha egy átlagos autót lecserélünk hibridre, vagy elektromosra. Tehát érdemes, hogyha nekiállunk változtatni, akkor érdemes azokkal kezdeni, amikkel nagyobb hatást tudunk elérni. Mielőtt itt mondanék egy adatot arra, hogy egy tengeren túli úttal mennyivel tudjuk csökkenteni a kibocsátásunkat, illetve egy tengeren túli út kihagyásával, egy kis felmérést szeretnék itt veletek a résztvevőkkel elvégezni, hogy az elmúlt három évben voltatok-e ilyen tengeren túli repülőúton, tehát Európán kívülre repültetek-e. Kristóf, megkérhetlek, hogy megoszd a polt, a kis felmérést. És akkor itt tudtok szavazni, tudjátok megadni, hogy ti utaztatok már, esetleg még sose voltatok, repültetek tengeren túlra, az elmúlt három évben nem voltatok, de korábban igen, vagy ebben a három évben voltatok egyszer, vagy akár többször is. Látjátok a kérdést? Mert még nem érkezett be válasz, azért kérdezem csak. Igen, de nem a poll látszik, hanem az eredmény. Bocsánat, akkor újra indítom, bocsánat. Az előbb jó volt. Így most? Most igen, most jönnek be a válaszok, köszönjük. Köszönjük szépen, azért elég magas itt most a résztvevők aránya, úgy látom azért, akik még nem repültek sose tengeren túlra, olyanok is voltak, akik az elmúlt három évben nem, de korábban igen, és azok vannak most legkevesebben, akik az elmúlt három évben több alkalommal is repültek tengeren túlra. Természetesen ez lehet munka miatt is, ezt nem kérdeztem ugye meg. Néha rá vagyunk kényszerülve, nem tudunk. Érkezett már 20 perce. Valaki kérdezi? Edith, hozzánk szóltál? Nem, szerintem. Na, szóval láthatjuk, hogy a résztvevők között is megoszlik, és megosztik, hogy mennyit voltak már tengeren túlon. Akkor most megosztom én, hogy ha egy tengeren túli úttal kevesebbre megyünk, akkor közel 2 tonna széndioxid kibocsátást tudunk elkerülni. Tehát ha visszaemlékeztek a legelső ábrára, amit mutattam, hogy mi lenne a cél 2030-ig, ahová el kéne jutnunk, 2-2,5 tonna per év, látható, hogy csupán egy tengeren túli úttal ezt a karbonlábnyomot elhasználjuk. Tehát tényleg nagyon fontos, hogy minél kevesebbet menjünk ilyen repülőutakra, és próbáljunk meg, hogyha munka miatt kell repülni, akkor próbáljunk meg oda is hatni, hogy minél kevesebbet kelljen repülnünk. Ugye ez nálunk is probléma, mert a Green Dependent is, vagy hát nálunk is úgy mondom kihívás, mert a Green Dependent is elég sok külföldi nemzetközi projektben vesz részt, tehát nekünk is oda kell figyelni, hogy
Például mi nem szoktuk vállalni, ha csak egy-két napra kellene repülni, akkor azt a felkérést nem vállaljuk. Hívtak például előadni Kínába, de azt nem vállaltam, mert egy előadásért nem tudunk ekkora karbon lábnyomot létrehozni, ennyivel megterhelni a globális egyensúlyt, karbon egyensúlyt, illetve kibocsátásokat. Hát ezt nem mindenki érti meg elsőre, de hát úttörők vagyunk, szerintem veletek együtt. És most ezután a kis bevezető után, akkor átadnám a szót Anitának, aki az autózásról, közösségi közlekedésről, kerékpározásról fog mesélni. Köszönöm szépen, és akkor szép délutánt, meg estét kívánok mindenkinek. Megosztom a prezentációmat, most már minden igaz, látjátok is. És igen, én az elsősorban először is a közlekedésről fogok beszélni. És a Gyedenél is mondtam, már a korábbi előadásunkon elég előadásokon több témát is átbeszéltünk, de azt mindenképp tudnunk kell, hogy az, hogy odafigyelünk az otthonunk energiafogyasztására, hogy akár odafigyelünk arra, hogy takarékosan főzünk, húsmentes napokat tartunk, hogy odafigyelünk arra, hogy hulladékmentesen bevásárolunk. Ezek mind nagyon-nagyon fontos dolgok, és ezek mind olyan dolgok, amiket szem előtt kell tartanunk, de hogyha igazán környezettudatosak szeretnénk lenni, akkor mindenképp változtatnunk kell a közlekedési szokásainkon is. És most én is megosztok még egy kis szavazást, mielőtt belemennénk ebbe a témába. Ha minden igaz, akkor most már látjátok, és szavazni is tudtok. Igen, látom, szuper. Jó, mert majdnem mindenki szavazott, úgyhogy akkor le is zárom. És hát igen, látjátok, hogy itt nem vagyunk nagyon sokan, de hogy azért az látszik, hogy a jelenlévőknek a 42%-a azt írta, hogy ők inkább autóval járnak, így a mindennapi közlekedésük során, másik 42% meg tömegközlekedéssel, igazából ez nem egy meglepő eredmény, gyalogkerékpárral meg távolsági buszra, vasúttal pedig nagyon kevesen. Megmutatnám nektek akkor, hogy első körben azt, hogy a különböző közlekedési formáknak mekkora is a kibocsátása. Látjátok, hogy iszonyatosan nagy különbség van, ahogy Edina az elején említette is, a repülés az sokkal-sokkal nagyobb kibocsátással jár. Ezen az ábrán azt látjátok, hogy egy-egy eszköznek az egy-egy utas kilométerre vetített karbon kibocsátása mennyi, amit egyébként fontos tudni, hogy például a tömegközlekedési eszközöknél ott egy ilyen átlagos utasszámmal számolnak, tehát nyilván egy fullos busznak, annak sokkal kisebb az egyfőre eső kibocsátása, mint amikor éjszaka egy-egy busz egyedül döcög haza, és az autózás esetében is persze természetesen ez így van, hogy sokkal jobban megéri az, hogyha többen ülünk egy autóban, ezért is szoktuk ajánlani azt, hogy ha már autózunk, akkor legalább többen autózzunk, és ne egyedül utazzunk, és látjátok ez alapján, hogy a repülő nyilván repülővel utazás a legnagyobb karbon kibocsátással, ezt követi az autó, és hát ami ugye érdekes, hogy amit itt a kerékpár nyilván a legjobb, de hogy a villamos, troli, tehát az ilyen kötött pályás közlekedési eszközök, a vasút, metro, ezek még alacsonyabb kibocsátással jönnek, ezek még jobb választások, és hát ugye az a fontos, hogy mi is változtassunk, természetesen egyébként strukturális átalakításokra is szükség lenne ahhoz, hogy ezek megvalósíthatóak legyenek, de azt nem szabad elfelejtenünk, hogy azzal, amit mi választunk, azzal igazából hozunk egy döntést, amit ugyanúgy mindig elmondunk akkor is, amikor ételekről vagy egyéb termékekről beszélünk, hogy például vásároljunk hazai bioterméket, mert ez egy szavazat, de ugyanígy ez, hogy még utazunk, ezzel is választunk, ezzel tudjuk ösztönözni a döntéshozókat, ha ők azt látják, hogy nagyobb igény van bizonyos eszközökre, akkor előbb-utóbb muszáj lesz ezzel foglalkozniuk. Egyébként, hogyha ilyen strukturális dolgokról beszélünk, a MÁV-ot felhoznánk most példának, akik
különböző szép klímacélokat tűztek ki egyébként 2050-ig, azzal, hogy csökkentik a kibocsátásukat, próbálják digitalizálni a rendszerüket, csökkentik a hulladékot, hatékonyabbá teszik az energiagazdálkodást, tehát van egy ilyen kis átfogó programjuk. Ha esetleg mostanában vonatoztatok, akkor láthattátok ezt, amit itt alul láttak ezt a képet, hogy itt az is megjelenik, hogy szerintük mennyi szén-dioxidot takarítottatok meg így, hogy ne ezen a távon nem autóval közlekedtetek. Ez egy tök jó kezdeményezés, és csak egy ilyen pozitív példaként szerettük volna megmutatni nektek. És hát ugye azon belül, amit már Edén is mondott, hogy ha már autózunk, az sem mindegy, hogy milyen autóval utazunk. A dízel autónak egy picit nagyobb a kibocsátása, mint a benzines autónak, de igazából ami érdekes, hogyha egy hibrid autót választatok egyébként, akkor annak körülbelül a kétharmada a benzineshez, dízeleshez viszonyítva az elektromosé, pedig mindössze egy negyede. De hogy még mielőtt belemennék ebbe részletesebben, azért van még pár tippünk ide kifejezetten a vezetéshez kapcsolatban. Ami fontos, és amit mindenképp ajánlunk, hogy rövid távon ne autózzatok, rövid távon inkább sétáljunk, biciklizzünk, bármit, mert hogy a hideg motoroknak még amúgy sokkal rosszabb a hatékonysága, úgyhogy itt az egy kilométerre eső kibocsátás az még rosszabb, úgyhogy ezt mindenképp kerüljük, és ha meg már vezetünk, akkor vezessünk nyugodtan, egyenletesen, ne menjünk túl gyorsan autópályán se, mert nem mindegy, mert nem esik jól az autónak se, sokkal több magasabb lesz a kibocsátása, próbáljuk meg elkerülni a dugókat természetesen, ezzel a stressz is egy kicsit el tudjuk kerülni, hogyha ez megoldható, és hát ne hagyjuk üres járatban az autót, meg hát a légkondit is csak akkor használjuk, hogyha szükséges, mert ez is, hogyha nagyon-nagyon szükséges, mert ez is egyébként nagyon megnöveli az autónak a fogyasztását. És akkor, de hogy mit csináljunk, hogyha nem autózunk? Hát ugye rövid távon, ahogy mondtam is már, az előbb sétáljunk, rollerezzünk, kerékpározzunk, amivel egyrészt nyilván kimenik a környezetet, másrészt hát olcsóbb is, meg ugye edzésben is tart. És hosszabb távon meg ugye javasoljuk nyilván a közösségi közlekedést, és ahogy mondtam is, itt a kötött pálya az még inkább előnyös, hiszen annak még alacsonyabb a kibocsátása, plusz ugye az a forgalmi torlódást is még inkább ki tudja kerülni. Ha pedig autóznánk, egyébként vannak ugye alternatív autómegosztó rendszerek például, amik Budapesten egyébként egyre inkább valós alternatívát jelentenek tényleg, most már több ilyen rendszer is van, ami egyrészt segít kifejezetten a városi levegőnek a javításán is, hiszen ezek az autók sokszor elektromos autóparkkal rendelkeznek. Ugye olcsóbb is, mert fenntartási, karbantartási üzemanyagköltségeket nem kell nekünk fizetni, hogyha nem használjuk, hogy mennyire iszonyatosan zsúfolt, ezek az autómegosztó rendszerek tudnak segíteni tenni ezen a különböző parkolási problémákon, konfliktuson is, hiszen ha nincsen autó, akkor jobban elférünk. Illetve még a telekocsi hálózatot is ajánlhatjuk, itt talán ismeritek már azt, hogy van ennek egy hivatalos rendszere is, ahol hosszabb távra lehet foglalni utakat, de igazából azt is lehet, hogyha egy helyen lakunk, akkor kollégáinkkal összeállunk, és együtt utazunk munkába, ezt a Green Dependentnél egyébként többször is előfordult már, hogy így utaztak a kollégák, így jártak rendszeresen az irodába együtt. És hát igen, azt is mondta ugye Edina, hogyha is már az elején, megláthatok már itt a fogyasztásokon is, hogyha új autót választunk, akkor ugye választhatunk egy elektromos vagy egy kis fogyasztású hibrid autót, amivel ugye megkíméljük némileg a környezetet, mert hogy ugye ez benzines, dízeles testvéreihez képest azért jelentősen kevesebbet fogyaszt, de az nagyon fontos, hogy a használat mellett azért egyéb kibocsátások is kapcsolódnak az autózáshoz. Például ugye vannak nyilván előállítással kapcsolatos kibocsátások, illetve a régi autó pedig, hogyha például a hulladéklerakóba kerül, akkor szintén számos szennyezést, kibocsátást kell feldolgozni. Szóval nagyon fontos átgondolni, hogy tényleg megéri-e, tényleg itt van az ideje annak, hogy lecseréljük a régit egy újabb autóra, tehát nem feltétlen ez a megoldás. És itt pár dolgot még mondanék, ami így az eddig ugye itt a közvetlen szennyezésekről volt szó, tehát hogy közlekedünk, mennyit bocsátunk ki, de nyilván számos egyéb dolog is van ennek a hátterében, amit egyébként az elektromos autóval felszoktak hozni példának, ezt azért is tettem be most itt az előadásomba, hogy ugye hát azt mondjuk, hogy annak nagyon alacsony a kibocsátása, de hát elő kell állítani az energiát. Ez így van, egyébként tényleg Magyarországon főleg ugye tudjuk, hogy nem feltétlenül megújulókból fedezzük az elektromos energiát, de hogyha ezen az elven nézzük, akkor azt is meg kell néznünk, hogy a kőolaj alapú üzemanyagokat, amit a benzines autókba tankolunk például, hogy azokat milyen energiával állítják elő, és a föld mélyébe ezeket kitermelni, finomítani, szállítani, szóval ennek borzalmasan hosszú, mocskos, energiaigényes folyamata van, úgyhogy igazából ezen a szinten nem összehasonlítható, mindig sokkal jobb az elektromos autó.
És az akkumulátort szoktak még környezeti problémaként felhozni egyébként, ami szintén egy valid kérdés, de hogy itt is ezt összehasonlítva a kőolaj finomítás részével, ez még mindig egy sokkal kisebb rész. Jó esetben egyébként az akkumulátorokat tudják még újra használni, akár háztartásokban, vagy aztán újra hasznosítani. Szóval azért ez még mindig egy tisztább dolog. De hogy akkor most akkor a kérdés, hogy ugye az a megoldás, hogy minden elektromos autóval járunk, és akkor ezzel megoldjuk a problémát? Hát nem, mi nem gondoljuk ezt egyáltalán, mert ez ugye még mindig csak az, hogy növeljük a hatékonyságunkat, de amit mi mindig képviselünk, az az, hogy emellett mértékletesnek is kell lennünk, és változtatnunk kell az életmódunkon is ahhoz, hogy valódi hatást érjünk el. És egy igazán alternatív javaslat az, hogy próbáljunk meg mindenhez közelebb lakni, ez nyilván nehéz, hogyha itt nincsen lehetőségünk, de hogy tudunk választani közeli iskolát, közeli boltot, orvost, postát, munkahelyet, jó esetben talán tudunk választani közelit. Ha viszont éppen költözünk, akkor érdemes ezeket a szempontokat átgondolni, hogyha például van sok gyerekünk, akkor ne költözünk ki olyan messzire egy tanyára, ahonnan autóval kell őket behordani az iskolába, akkor ha ezt éppen úgy gondoljuk, hogy jó lenne. És tavaly is, amit Edina is emlegetett, ez a Piris Csabai számítás, amit tavaly végeztünk, ott nagyon látványos volt egyébként az eredmények között, hogy azoknak a családoknak, akiknek a gyerekei Piris Csabán jártak iskolába, és nem Budapesten, azoknak sokkal kisebb volt a közlekedésből eredő lábnyoma, hiszen nem kellett őket autóval bevinni a városba. És ezt csak felvetném még egy ilyen, szintén egy ilyen rendszer szintű megoldás, a 15 perces város vagy kompakt város koncepciója, aminek igazából az lenne a célja, hogy a városokat úgy alakítsuk át, hogy 15 percen belül gyalog, biciklivel, vagy hát akár közösségi közlekedéssel elérjünk mindent, ami a mindennapi élethez szükséges lenne. Ez egy nagyon ideális koncepció, ez egy ilyen kis álom, amiért lehet lobbizni. És hát ez volt ugye, most a mindennapi közlekedésről beszéltem, de hát természetesen ezek a szempontok, ezek nem csak a mindennapi közlekedésben fontosak, hanem igazából akkor is, hogyha például nyaralunk, vagy a szabad időnket töltjük, de erre majd még vissza fogunk térni, egy kicsit később. De még ezelőtt én mondanék pár szót, már áttérve a szabadidős időtöltésre, egy kicsit arról az internetről, meg hát ugye a Netflixről, meg a Zoomról, hogy így mostanában az időnket töltjük. Ehhez bevezetésként, mivel most is egy online rendezvényen vagyunk, úgy gondoltuk, hogy ez érdekes lehet számotokra is, hogy mekkora is egy online rendezvénynek a karbonlábnyoma, mint a Green Dependentnél. Nagyon sok rendezvénynek számoltuk már a lábnyomát, és amit itt láttok, az Energiaközösségek Program, az egy ilyen háztartás, talán többen is ismeritek, egy ilyen háztartás zöldítő energia megtakarítási verseny, és ennek keretében van minden évben három képzésünk. 2019-ben a tradicionális három élőben találkozós képzésünk volt, hát 2020-ban három ugyanilyen online formában megvalósulva, ennek számoltuk ki a lábnyomát. Erről most nem fogok beszélni részletesen, hogy ne húzzam nagyon az időt, ami a lényeg igazából, majd ha ezt a díjasort elküldjük úgyis nektek, akkor meg tudjátok nézni részletesebben is, de a lényeg, hogy a nem online képzésekhez képest az online képzések lábnyoma sokkal-sokkal kisebb. Az első verzió az online képzéseknél, ott az, és a második között az a különbség, hogy az első verzióban csak a három saját magunk, saját képzőink étkezését számítottuk bele, és az irodánknak az energiafogyasztását. A második verziónál ott pedig egy kalkulált adattal mindenki másnak az étkezését és energiafogyasztását is. Itt pedig látjátok, hogy mitől is annyira nagy a különbség, és hát itt is nem meglepő módon az utazás az, ami iszonyatosan hozzátesz egy élőben találkozó képzéshez. A többi igazából a szervezés egyébként az igazából hasonló. Az étkezés itt azért azt látni kell, igen, hogy itt kevesenben voltunk, de ez most nem mérvadó, de amire fókuszálunk, ugye szintén az a, vagy hát amiről érdemes beszélni, ez nyilván az utazás. De hogy ami emellett egyébként mindenképp megemlítendő, az, hogy amit mi beszámítunk, akár egy online képzésnek a lábnyomába, azok szintén ilyen közvetlen fogyasztások. Viszont az internet működése, amin keresztül most is beszélünk, ezek jóval túlmutatnak azon, amit látunk belőle, hogy van előttünk egy laptop, egy telefon, vagy egy router. Mert hogy ezek az adatok, amik
amik igazából az egészet mozgatják, ezek óriási szervelközpontokban laknak, amik egyrészt óriási energiafogyasztók, másrészt rengeteg alap önmagukban is óriási energiafogyasztók, másrészt rengeteg hűtést igényelnek, amitől pedig még nagyobb energiafogyasztók lesznek. Egy ilyen 2016-os adatot találtam ennek kapcsán a világ szerverközpontjairól, ami azt az Independent adata szerint, hogy ez kb. 416 terawattóra elektromos áram volt, ami nagyobb, mint az Egyesült Királyságnak az áramigénye, tehát ugye ez tényleg egy óriási szám, illetve ami még egy ilyen érdekes összehasonlítás, ez egy 2015-ös Guardian adat, hogy az üvegházhatású gázok kibocsátásának 2%-áért felelősek ezek a szerverközpontok, ami körülbelül annyi, mint a légi közlekedés aránya, ami szintén mutatja ezeknek az óriási méretét. És amit még szintén itt fontos megjegyezni, hogy mindezek folyamatosan nőnek, hiszen mi egyre többet is használjuk őket, egyre több időt töltünk ezzel, és úgymond egyre nehezebb honlapokat, alkalmazásokat használunk, egyre jobb videókat, egyre nagyobb videókat, egyre gyorsabb videókat, látványosabb honlapokat, programokat nézünk, amik ezeket folyamatosan iszonyú mértékben növelik. Emellett egyébként fontos beszélni arról, hogy ezek az eszközök, amiket használunk, ezeknek maga az előállítása szintén iszonyatosan energia, emellett nyersanyag igényes is. Egy mobiltelefon az körülbelül 40 féle nyersanyagból tevődik össze, amiket egyébként távoli bányákban különböző kontinensekben távoli bányákban bányásznak ki, és amikor ahhoz, hogy készülékek legyenek belőle, igazából körbeutazzák a világot, mire eljutnak hozzánk, mindent megjárnak. És emellett, ami még egy fontos probléma ide kapcsolódóan, hogy vannak bizonyos anyagok, a tantál, az ón, a wolfram és az arany, amiket úgy nevezünk, hogy konfliktussal érintett ásványok, és így ilyen különböző társadalmi problémák is kapcsolódnak a magához, a bányászathoz, a környezeti problémákon felül is. És amit még nem már tudunk, hogy egy okostelefonnak legyártása az körülbelül annyi energia, mint egy már meglévő mobil 10 évi használata, tehát hogy iszonyatosan sok energiagyártás. Ezért amihez fontos lenne, hogy fókuszáljunk, hogy ne annyira gyorsan cseréljük le az eszközeinket, ahogy mostanában csináljuk. Nem szabad, hogy ilyen eldobható eszközként tekintsük rájuk. Jellemzően egyébként egy mobiltelefon 2 évet tölt valakinél. Ezt az időt kellene igazából egy kicsit kitolni, hogy ezt a gyártásból származó kibocsátást visszafogjuk. És egyébként talán kis része magának az energiahasználatnak, de azért érdemes takarékosan használni a telefonunkat. A legnagyobb energiafelhasználása a telefonnak igazából hálózati kapcsolódás, és illetve egyébként a képernyőre, szóval érdemes alacsonyan tartani a fényerőt, az adatforgalomról és a wifi-ről lekapcsolni, hogyha itt nem használjuk meg, hát a nem használt alkalmazásokat bezárni. És ugye így se feledkezzünk meg arról, hogy ez megint csak valami, amit esetleg mi látunk, hogy mennyi az energiafogyasztása, hiszen ezek az adatok is a felhőben tárolódnak, folyamatosan ezek ugye köröznek a világban, úgyhogy ehhez is számos egyébként nem látott energiafogyasztás kapcsolódik. És ami még szintén érdekes, hogy mindezekből a termékekből is, mivel eldobható termékek igazából, ezért előbb-utóbb elektromos hulladék lesz, ami nagyon-nagyon problémás. És hát ugye az első javaslatunk az mindig az, hogyha valami elromlik, akkor próbáljuk meg megjavítani. Amit már mondtam, hogy ne cseréljük nagyon rendszeresen eszközeinket. És ami még fontos, hogyha viszont úgy döntünk, hogy megvárunk tőle, akkor azt mindenképpen megfelelő helyen adjuk le. Egyrészt elektronikai üzletekben le lehet adni az elektromos hulladékot, és most van egy ilyen a Passzol Vissza Tesó nevű kezdeményezés, ami kifejezetten egyébként a mobiltelefonokkal leadásával foglalkoznak, és ennek egyébként az az előnye, hogy amit náluk adunk le, azokat újrahasznosítják, ezeket a korábban említett problémás fémeket is újra feldolgozzák belőlük. Úgyhogy ez egy ilyen jó lehetőség, hogy kicsit visszakerüljön a körforgásba a termék. Illetve ami jó példa még a Fairphone, aminek megmondta az előnye, hogy ez egy moduláris felépítés, ettől könnyen javíthatóvá válik, és talán hosszabb ideig használható, hogyha egy rész elromlik, azt ki tudjuk cserélni. Még néhány dolgot akkor mondanék a Zoomról is, hiszen most is zoomolunk, meg az elmúlt évben szinte állandóan zoomoltunk. Amit mi a saját megfigyelésünkre alapozunk, az, hogy laptopjaink egy átlagos munkanap alatt sokkal kevesebbet fogyasztanak, mint akár csak egy annál rövidebb átlagos, vagy egy sokkal annál rövidebb képzés alatt, ahol egész nap a Zoomot használjuk. Nek nyilván a videós is nagy részt az oka.
És hát a Netflix a másik ilyen nagy videós alkalmazás, amit ugye nagyon sokat használunk. Itt egy 2000, rengeteg kutatás született egyébként most arra, hogy mekkora is a Netflixnek a kibocsátása. Itt körülbelül 440 g széndioxid generálását teszik felelősnek óránként, ami egyébként egy iszonyatos nagy mennyiség, ha most figyeltetek korábban, akkor ez körülbelül 10 km, amit elektromos autóval megtehetünk, és hogy a Netflix egyébként rosszabb is, mint a Zoom, ezekben egy rengeteg applikációt teszteltek, de hát a Zoom és a Netflix vezet, aminek igazából nyilván a videó az oka, ahogy mondtam mi saját tapasztalatainkból is azt láttuk, hogy igen, a helyszíni fogyasztást is növeli, de hát nyilvánvalóan ehhez kapcsolódnak azok a nem látható energiafogyasztások, amik az egész folyamatot ilyen óriási kibocsátásúvá teszik, mert ezek a videók ugye, ezek szintén egy felhőben tárolódnak, és nagyon-nagyon hosszú utat tesznek meg a hálózaton, amíg elérnek hozzánk. Ami egyébként a fő javaslatunk az, hogy hát nyilván válasszunk gyakrabban alacsonyabb kibocsátással járó formát, például olvasunk, társasozunk, kertészkedjünk, kiránduljunk, ez a mi javaslatunk, igen. Ha viszont zoomolunk, részt veszünk akár egy ilyen képzésen, megbeszélésen, műhelymunkán, akkor kapcsoljuk ki a kameránkat, ezzel nagyon-nagyon-nagyon tudjuk csökkenteni a kibocsátásunkat, akár 96%-kal a jelenlegi tanulmányok, vizsgálatok adatai szerint, ha pedig még ülünk is úgy döntünk, hogy a Netflixet, vagy nyilván most a Netflixről beszélünk, mert erről vonatkozott kutatás, de bármilyen ilyen videó megosztó platformot választjuk, azt nézzük, akkor érdemes egy alacsonyabb felbontással megelégedni, mert ezzel is rengeteget, akár 86%-ot is spórolhatunk a kibocsátáson. És én ennyit szerettem volna mondani. Úgyhogy átadom azt, ha jól emlékszem, Orsinak a szót, aki folytatja. Igen, osztom a képernyőmet. Amíg Orsi osztja a képernyőjét, akkor megmutatok addig egy Fairphone-t, itt láthatjátok a kezembe. Csak azért szeretném megmutatni, hogy ez nem valami elérhetetlen dolog. Magyarországon is egyre több Fairphone felhasználó van. Ez egy Android rendszert használó telefon, és tényleg szét lehet szedni a darabjaira, és a Fairphone nagy figyelmet fordít arra, hogy egyrészt a darabok, tehát az összetevő részeket külön is meg lehessen menni, másrészt vannak online saját telefont javítók is videók, amivel még én is tudok boldogulni, ha szükség van rá. Na de Orsinak visszaadom a szót. Köszönöm. Látszik a megosztás? Látszik, igen. Ugye? Igen, látszik. Köszönöm. Jó estét, sziasztok! Én Antal Orsi vagyok. És a következőkben arról lesz majd szó, hogy hogyan tudjuk klímabarátan tölteni a szabadidőnket, hogyan lesz kis lábnyomós a pihenés, hobbi, nyaralás, és ha már nyaralás, akkor azt is megnézzük, hogy a klímaváltozás szempontjából milyen problémákat okoz a repülés, és a problémákra milyen megoldási lehetőségek vannak, ha vannak, de nem tudom egyelőre léptetni az előadást. Jó, igen, sikerült. Hát, hogy az életünk legtöbb területét, a szabadidő eltöltését is sajnos eléggé maga alá gyűrte a fogyasztói szemlélet. Talán a hobbikat kevésbé, de ebben sem vagyok annyira biztos. Az biztos, hogy szabadidőnk sajnos kevés van, és egyre ritkábban töltjük egy jó könyvvel, vagy láblógatással, felhőnézegetéssel, azaz valódi pihenéssel, mert a körülöttünk nyüzsgő világ teljesen más diktál, az diktálja, hogy mi is nyüzsögjünk, minimum a telefonunkon, hogyha a házból nem jutunk ki. Ha klímabarátan szeretnénk pihenni, már Anita is említette, olyan tevékenységeket válasszunk, amihez nem kell messze menni, lehetőleg nem kell hozzá valamilyen elektromos berendezés, nem termelünk bele hulladékot, és fontos, hogy segítse a testi-lelki-szellemi feltöltődésünket, mint ahogy ezeken a tevékenységeken is látjuk ezen a listán. Itt próbáltunk ötleteket adni, és egy linket is betettem ide, amin még további klímabarát pihenési ötleteket soroltunk fel. A hobbink kiválasztására ugyanez vonatkozik, tehát akkor lesz kislábnyomos hobbink, amivel a szabadidőnket töltjük, hogyha kicsi a környezeti hatása, és lehetőleg jót teszünk vele környezetileg magunknak és másoknak. Ilyen hobbik például, hogyha több időt töltünk a szabadban, lásd, túrázással, gombászással, kempingezéssel, közös családi baráti erdőjárással,
vagy akár felkapott barátkozással, mert szinte már egy meditatív tevékenység, erről bővebben szintén a linken lehet olvasni. A mozgás is, lásd futás, plogging, jóga, tánc. A plogging egy svéd kezdeményezésre született szó és tevékenység. Ők a joggingolás közben gyűjtött hulladékszedést hívják plogginnak, és pár egyéb tevékenységet is felsoroltam, lásd kertészkedés, biomódszerekkel történő közösségi kertművelés, barkácsolás, kézi munka, vagy akár önkénteskedés egy biogazdaságban, közösségi javítóműhelyben, hogyha valaki ért a javításhoz, esetleg helyi non-profitokat is segíthetünk önkénteskedéssel. De nagyon fontos, hogy ezek a kislábnyomós hobbik addig hobbik, amíg mondjuk annyira bele nem jövünk a futásba, hogy nemzetközi maratonokra kezdünk el járni repülővel, mert onnantól nem lesz kislábnyomós a hobbi, vagy mondjuk már annyira szuperek vagyunk jogában, hogy elmegyünk Indiában egy jogatanfolyamra továbbképezni magunkat. Tehát bizonyos határokat kell szabni a kislábnyomós hobbiknál is. A szabadidőt tekintve a gyerekek is gyakran a monitorok áldozatai lesznek sajnos, de hatékonyan csökkenthető a képernyőn töltött idejük az itt felsorolt linkeken található ötletekkel. Természetesen linkek nélkül is remekül boldogulunk ötletek terén, elég, ha csak visszagondolunk a saját gyerekkorunkra, és már is van miből merítenünk. Itt az egyik szűk keresztmetszet a szülők hajlandósága, hogy mennyire hajlandók a saját pihenési idejükből a gyerekek szabad idejére áldozni, mert amint ugye kikapcsoljuk a monitort, akkor a nyugalom és csend is megszűnik, és ez a mi pihenésünket is befolyásolja, de inkább a gyerekeknek legyen szerintem szabad levegőn, szabad ideje. Mi a helyzet a nyaralással? Egy 2018-as tanulmány szerint a világ teljes széndioxid kibocsátásának 8%-áért felelt a turizmus ugye a járvány előtt, és ebből a repülés volt a legjelentősebb kibocsátó. Ugyanez járvány előtti adat, de a mostani szállásfoglalásokat elnézve azt is látjuk, hogy mindenki alig várja, hogy kb. Ugyanitt tartsunk minél előbb. És itt is az a baj a turizmus terén is, hogy nem csak a boltokban, de az utazásainkban is túlfogyasztunk, tehát faljuk az országokat, mindenhova el akarunk jutni, mindent megnézni, mert úgy gondoljuk, hogy nekünk ez jár. Emlékszem, hogy 20 évvel ezelőtt, amikor az Alpokban mondjuk elmentünk két hétre egyetlen hegycsoportot bejárni, már akkor szörnyűködve néztük a japán turistákat, hogy egyik hegycsúcsról felvonóznak a másikra, 8 nap alatt bejárnak 8 országot, de az azóta eltelt időben ez Európában is teljesen általános lett, hogy következő hétvégét Barcelonában töltjük, utána húsvétozni, nem tudom, Milánóba megyünk, és közben senki nem kérdőjelezi meg, hogy az ökoszisztémák bírják-e ezt a nagy felfedezni vágyást és világjárást. Talán a járvány lelassulásra készített minket ezen a területen, és lassabb, átgondoltabb, szerényebb megközelítéssel tervezzük a jövőben az utazásainkat. Mi mindenre figyeljünk a kislábnyomos nyaralás eltervezésekor? A nyaralás ökolábnyoma 5 fő tényezőből tevődik össze, ebből a legfontosabb és legnagyobb hatású az utazás, azaz hol megyünk és mivel, mennyi hulladék és szennyvíz keletkezik az ott tartózkodásunk során, ez hova kerül és mi lesz a sorsa, mit teszünk a szálláshelyen vagy egyáltalán ahol vagyunk, ezt hogyan termelték meg és hogyan került az asztalunkra, mennyire energiahatékony a szálláshely, ahol tartózkodunk, és milyen programokat választunk a nyaralásunk alatt. Hogyan nyaralhatunk tehát kislábnyomon? Lehetőleg lakóhelyünkhez közel fekvő célpontokat választunk, hogy ne legyen túl az utazás lábnyoma. Részesítjük előnyben a lassú és önerőből, vagy a természet erejét befogva történő utazás, azaz kiránduljunk, kenuzzunk, kajakozzunk, biciklizzünk, lovagoljunk. Támogassunk, ha lehet, helyi közösséget, a már említett önkénteskedéssel is akár, vagy használjuk ki a falusi turizmus nyújtotta szolgáltatásokat. Igyekezzünk minimalizálni a hulladékainkat, pont úgy, ahogy otthon is tennénk. Mondjuk itt előnyben vannak a már tudatosabbak. Figyeljünk oda az energiafogyasztásunkra, ha használunk is például légkondit, akkor ne hűtsük túl a szobát, stb. És ha utazunk, akkor próbáljunk meg hosszabb időre menni, tehát például egy adott évben ne többször kis nyaralásra menjünk, hanem próbáljunk meg egy nagyobb nyaralást szervezni valahogy, és igyekezzünk a helyi és nem turistáknak kialakított szolgáltatásokat használni szállás, étel, helyi közlekedés tekintetében. Én találtam 2 érdekes oldalt, az egyik a Global Greeter Network, ami egy ilyen globális üdvözlő hálózat. Itt a célállomásunkon helyiekkel vehetjük fel a kapcsolatot, akik
ellenszolgáltatást, tehát térítés nélkül ingyen kalauzolnak minket a saját városukban, és az ő szemükön keresztül ismerhetjük meg azt a helyet, ahol mentünk. Illetve Angliában működik ez az Unseen Tours oldal, ahol korábban az utcán élt, tehát korábban hajléktalan emberek vezetik az érdeklődőket, és ott pedig az ő szemükön keresztül ismerhetjük meg a várost. A szállás hely körültekintő kiválasztása is nagyon lényeges. Mik azok a szempontok, amikre oda kell figyelni? Például, hogy ne veszélyeztesse maga a szállás helyi élővilágot. Ugye nagyon sokszor látjuk, hogy természetrombolás az ára annak, hogy megépítenek egy szállodát, vagy egy komplexumot. Próbáljunk olyan helyet választani, ami harmonikusan illeszkedik a helyi közösség életébe. Figyeljünk oda, hogy környezetbarát kialakítású legyen a szálláshely, tehát például lehessen a hűtés-fűtés szabályozni, a világítás szabályozni a szobában, legyen természetes szellőzés, környezetbarát berendezés. Tehát hogy erre figyeljenek oda az üzemeltetők, környezettudatosan működtessék a szálláshelyet, például használjanak zöld energiát, hogyha lehet, legyen szelektív hulladékgyűjtés, ismerjék a helyi biotermékeket és szolgálják ezeket is fel, ne mossanak feleslegesen és hasonló. A vendégeknek ajánlott programok ne veszélyeztessék és zavarják a helyi élővilágot és a közösség életét, ez is egy fontos szempont, illetve külön jó, hogyha a szálláshely rendelkezik egy független tanúsítószer tanúsítványával, ami nekünk azért külön nagy segítség, mert akkor az előző szempontokat nem nekünk kell ellenőrizgetni, hanem tudjuk, hogy ha az illető adott hely rendelkezik egy ilyen tanúsítványjal, akkor valószínűleg megfelel a fenti szempontoknak. Az is zöld nyaralásnak számít, hogyha otthon, vagy az egyre népszerűbb kanapészörfözéssel és lakáscserével nyaralunk. Ugye ez azt jelenti, hogy más személyekkel kapcsolatba lépve megszervezzük, hogy az ő lakásokon szálljunk meg egy-két-három éjszakát, és segítségükkel járjuk be az adott helyet, ahol vagyunk, vagy elcseréljük egymás lakását. Itt a tapasztalatok azt mutatják, hogy ha valaki például a kanapészörföt és a lakáscserét választja, akkor valószínűleg kevesebbet fogyaszt, tehát takarékosabban bánik minden fogyasztással, mint hogyha egy hotelban dőzsölne, és ez sem utolsó szempont. A legfontosabb szálláshely tanúsítványok, amikkel például Európában találkozhatunk, ezek szerepelnek itt a táblázatban. Az első az EU ökocímkéje, a második a Blue Flag, azaz kék zászló nevű nemzetközi ökocímke, és a harmadik az EMAS, ami környezetközpontú irányítási rendszer működtető szálláshelyek kapnak. Ezek mind a három környezettudatos szálláshelyek, strandok, kikötők, utazási irodák tanúsítványai. És az érdekességük, hogy korábban Magyarországon is léteztek ilyen tanúsítvánnyal rendelkező helyek, de mára ezek eltűntek, úgyhogy főleg Nyugat-Európában találhatunk ilyen szálláshelyeket. De Magyarországon is van egy logó, amit a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége ítél oda a zöld szállodáknak, környezetbarát módon üzemeltetett szálláshelyeknek és konferenciaközpontoknak. Ezekből 2021-ben 44 darab szálloda volt Magyarországon, tehát ez is segítheti a zöld szálláshely kiválasztását. Érdekes az is, hogy az EMASZ oldalon az utolsó frissített ilyen szálláshely lista 2017-es, úgyhogy azóta nem tudom, hogy tanúsítottak-e vagy nem, de 2017-ben 228 helyszín viselte ezt a tanúsítványt, és ide beraktam még linknek a mostani magyar zöld szálloda logót viselő szállásoknak a listáját is. Zöld szállások és úticélok kiválasztását segítheti például az a Green Travel Maps, az zöld utazás térkép, amihez tartozik egy telefonra tölthető applikáció is, ez környezettudatos és tanúsított turisztikai termékek, szolgáltatások és úticélok gyűjteménye. Itt látható a térkép, ahol például Európában, de azt mondja, hogy az egész világon lehet keresni országonként, helyszínként és tanúsítvány alapján is szálláshelyeket. Én például az EU ökocímkéje alapján kerestem volna Magyarországon valamilyen helyszín, de ahogy látható itt a térképen, Ausztriától keletre semmilyen helyet nem találtam, talán egy van Romániában, úgyhogy eléggé fekete folt itt a kelet-közép-európai régió. Mi az, ami belföldön segítheti még a nyaralás tervezésünket? A Magyar Turisztikai Ügynökség most
Most alkotta meg ezt az applikációt, ami Magyarország 532 látnivalóját tartalmaz, és 360 fokos fotókkal segít az egyes látnivalók felfedezésében, és az volt a céljuk ezzel, hogy a járvány utáni bakancslistát így könnyebb megtervezni, hogyha előre megnézhetjük, hogy tetszik-e nekünk egy hely, vagy nem. A nyaralás tervezés segíti még, ez a pár link, amit összegyűjtöttem, az első egy általunk összeállított ellenőrző lista, zöld és klímabarát nyaralásról, aminek a kitöltésével mindenki megnézheti, hogy mindent megteszem már a klímabarát nyaralásért. A második link egy műanyagmentes utazás és nyaralás tipplista. Aztán van egy tipp arról, hogy mit ne tegyünk utazás közben, ne gyűjtögessünk szuveníreket, ne használjunk eldobható vízes palackot, ne taxizzunk mindenhova is ilyenek. Aztán az Anita által említett EON energiaközösségek idei évadában volt egy harmadik feladat, amiben zöld nyaralási terveket kértünk a résztvevő háztartásoktól, ezeket érhetitek el ezen a linken. Nagyon, nagyon jó ötletek és tervek érkeztek, úgyhogy tényleg érdemes ránézni, hogyha valakinek még nincs ötlete a nyárra. És még két oldalt, két közösségi túrázóknak szóló oldalt is ide raktam, itt túratársakat lehet keresni magyarországi túrázáshoz. De bármennyi is betartjuk ugye ezeket a szempontokat, a legfontosabb szempont, amivel tényleg a legtöbb kibocsátást tudjuk megtakarítani, az, hogy ne repüljünk. Tehát ne repülővel menjünk nyaralni, fedezzük fel saját országunk szépségeit, vagy menjünk vonattal Európa országaiba, már amennyire ez megoldható. Fontos, hogy járjunk nyitott szemmel itthon is, mert tényleg rengeteg rácsodálkozni való van, és szerintem az is egy jó ötlet, hogyha tanulunk a nagy és dédszüleinktől, akik lehet, hogy sose jártak külföldön, de 100 éve is tudták például, hogy azért, hogy az ember egy infinity poolt, azaz végtelen medencét találjon, nem kell Balig menni, hanem elég, ha elmegy az ember Tiszakóródra, ahol a kis túr siet a nagy Tiszába, íme a helyszín, a különböző medencékkel a gát, a túrbukó gátja alatti medencékkel. Bal oldalon a gát, 2020-ban ezt a képet Anita fotózta, jobb oldalon pedig a nagyszüleim és barátaik prezentálják, hogy hogyan érdemes a gátban feredezni. Itt látszik, hogy a felszerelés része egy demizsón, egy szódásszifon és egy nagy dinnye. A hulladékot nem nagyon termelnek, az is lebomló hulladék, a vizet nem szennyezik, és nagyon boldognak tűnnek. De tovább lépek, még mindig Tiszakóródon maradva, nem kell elmenni tájföldre ahhoz, hogy az ember vízesés mögött pózolhasson, ugyanezt meg tudja tenni a túr bukógátjánál is. De ha nem elégszünk meg a túrral, és mégis a tengeren túlra szeretnénk menni, fontos, hogy ezt milyen gyakran tesszük, milyen alaposan tervezzük meg az utunkat, és mennyire használjuk ki az alternatív lehetőségeket, például a helyieket segítő programokban mennyire veszünk részt. A helyeket segítő programokat szereznek például a közösségi turizmus kezdeményezések, amelyeknek a lényege, hogy a helyi közösség bevonásával a helyi kultúrára és szokásokra építve kínálnak izgalmas nyaralási lehetőséget. A nyaralók bekapcsolódhatnak a helyiek mindennapjaiba, velük együtt főznek, építkeznek, étkeznek, dolgoznak, és különböző zöld projektekben vesznek részt, például szélkereket vagy ökoházat építenek. De miért is gond a repülés? Azért gond a repülés, mert a légi közlekedési ágazat felelős az emberi eredetű széndioxid kibocsátás 2-3%-áért, vagy inkább 5%-áért egyes kutatók szerint. Azért, mert az üvegházhatású gázokat, többek között a nitrogénoxidot és a vízgőzt, a légkör felső rétegeiben bocsátja ki a repülőgép, tehát így a hatás egyből 2-4-szerese a normál széndioxid kibocsátásnak. A szennyezés mértéke sajnos folyamatosan és gyorsan növekszik, mármint a repülésből származó szennyezésé, és az összes iparág közül a légiközlekedés széndioxid kibocsátása nő a leggyorsabban. Ez az egyre növekvő kibocsátás veszélyezteti a Párizsi Klímaegyezményben megfogalmazott célok elérését, melyek azt célozták, ugye, hogy a globális felmelegedés 2 Celsius fok alatt kéne, hogy maradjon. A COVID előtt időben 2019-ben a kereskedelmi repülőgépek széndioxid kibocsátása 918 millió tonna volt, ennek 85%-a volt a személyszállításé. Miközben ugye minden iparág azt mondja, hogy csökkenteni kell, 2013 és 2018 között 32%-kal nőttek a kibocsátások, és bár az üzemanyag hatékonyság lassan-lassan javul, de nem tud lépést tartani az egyre növekvő utasszámmal, ami a következő 20 évben megduplázódhat. Mire építik ezeket az mire építik ezt a prognózist?
egy dia arról, hogy hányan repülnek a világban körülbelül. A kutatók szerint a bolygó lakosságának 5-10%-a repül egy adott évben, de mivel az olcsó járatok száma egyre növekszik, és a középosztálybeliek száma, az utazni vágyók száma is egyre növekszik, főleg Kínában és Ázsiában, ezért ez az 5-10% is egyre megállíthatatlanul nő. Ugyanakkor 2019-ben a repüléshez köthető kibocsátás 23%-áért az USA felelt, 19%-áért az Európai Unió és 13%-áért Kína, de hogyha csak szigorúan az országokat néznénk, akkor itt az USA és Kína után Nagy-Britannia lenne a harmadik a sorban, tehát a britek is rengeteget repülnek. Itt egy grafikon arról, hogy milyen szépen és folyamatosan növekszik az utazások száma évente, ugye 2004 és 2019 között lényegében megduplázódott, és tovább növekedett volna ugyanilyen szép egyenletesen 2020-ban is, de a COVID miatt jelentősen lecsökkent, viszont látjuk, hogy 2020-ról 21-re hatalmasat ugrott ismét, tehát nagyon úgy tűnik, hogy a világ próbálja behozni a lemaradást sajnos, és mindenki vissza akar térni minél előbb a repüléshez. A következő ábrán jól látszik, hogy a repülés okozta kibocsátás nagyját a turista osztályon történő utazás okozza, de nagyon jelentős az első osztály kibocsátása is, 1/5 teljesnek, tehát hogyha például beszüntetnék az első osztályt, akkor elég jelentősen lehetne csökkenteni a kibocsátásokat. Az áruszállítás ehhez képest elenyésző, és akik az első osztályt kiszokták emelni, azok azt is kiszokták emelni, hogy egy első osztály ülésen utazni akár 6-szor annyi, vagy 6-szor akkora karbonlábnyom is lehet, mint a turista osztályon. Pont azért, mert ugye első osztályon egy emberre sokkal nagyobb hely jut, azaz a kibocsátás per fő is sokkal nagyobb, és általában az első osztályon utazók sokkal több csomagot is visznek magukkal, amitől nehezebb a gép, tehát többet fogyaszt és többet bocsát ki, illetve elég sok az első osztályú kihasználatlan hely, mert ugye nagyon drága a jegy, és sokszor előfordul, hogy az első osztály nincs tele, akkor viszont ugye még nagyobb az egyfő, az első osztályon egyfő első kibocsátás és lábnyom. A választható repülési távok és osztályok közül, itt látjuk ezen az ábrán is a legalsó csík, messze a hosszú távú első osztály vezető kibocsátás szempontjából, de jól látszik az is, hogy például a rövid távon rövid távú repkedés igazából felesleges, mert jóval több kibocsátásra jár, mint mondjuk turista osztályon messzebb repülni. Tehát a hosszú táv, itt látható, hogy a hosszú távú turista osztályon történő repülés kisebb kibocsátásra jár, mint rövid távon mondjuk egy biznisz osztály, és még a turista osztálynál is kevesebb. Nézzük a repülőutak lábnyomát. Itt a már Redina által említett egyenlőtlenség nagyon jól kijönnek. Tehát amíg a világ egyes részén az emberek megtehetik, hogy többször is utazzanak hosszú távon, addig másoknak egyetlen repülőút egy egész éves karbonlábnyomot jelent. Az Atmoszfér német non-profit szervezet számításai szerint egy London-New York oda-vissza út körülbelül 986 kg széndioxid kibocsátással jár utasonként. 56 olyan ország van a világon, ahol ennél kevesebb az emberek egész éves karbon kibocsátása, az afrikai Burunditól a dél-amerikai Paraguayig. Aztán itt van egy London-San Francisco oda-vissza út, az 5,5 tonna széndioxid, ami nagyjából kétszerese egy családi autó egész éves kibocsátásának, vagy egy London-Berlin csak odaút, 0,6 tonna széndioxid, ami háromszorosa annak a kibocsátásnak, amit például egy átlag ember a hulladékok újrahasznosításával egy év alatt megtakarít. Ezek elég ijesztő adatok. Vannak online kalkulátorok, ahol mi is megnézhetjük a különféle közlekedési módok karbonkibocsátását, és kiszámíthatjuk a tervezett vagy már megtett útunk karbonkibocsátását. Az egyik ilyen a prevalentclimate.org, ahol útvonalat és a közlekedők számát kell megadni, és ez az alapján hasonlíthatjuk össze a vonat, busz, autó és repülő közlekedést, illetve az ecopassenger.org oldal, ahol szintén az útvonalat kell megadni, tehát hogy honnan, hova megyünk, és ez alapján kapunk nagyon sokféle számítást, és nem csak karbonkibocsátást számol nekünk az oldal, hanem erőforrás fogyasztást, az emberi egészségre veszélyes részecskék kibocsátását, a nitrogénoxidok kibocsátását, tehát itt sokféle adatot kapunk. Mik az iparág problémái, mik a repülési iparág tervei a csökkentésre? Hát igazából
nem túl sok hatékony dolgon törik a fejüket, sőt, próbálnak ugyanazon a fejlődési pályán maradni, azaz az utas és repülés számot egyértelműen növelni akarják. Nem céljuk, hogy kevesebb legyen a forgalom, inkább nagyobb, és 2035-ig minden elképzelésük növekvő kibocsátással számol, ami azért elképesztő, mert ugye minden iparágnak csökkenteni kéne jelentősen, minél előbb. Gyakran az üzemanyagfogyasztás csökkentése helyett karbonkreditet, azaz szennyezési jogot vásárolnak, és ebből is látszik, hogy a kibocsátások tényleges csökkentése helyett inkább az iparág növelése a céljuk. A karbonkredittel az a gond, hogy nagyon sokszor olyan projektek vannak mögötte, ami nem biztos, hogy annyira zöld, mint amennyire hirdetik, vagy annyira hasznos, vagy annyira hatékony, mint amennyire hirdetik, és ebből elég komoly gondok vannak jelenleg is. Illetve az iparág nagyon reménykedik abban, hogy a technológia megoldja a gondjaikat, és lesznek hatékonyabb gépek, és hibrid gépek, és elektromos, tehát árammal is működő repülőgépek, de ezek mind nagyon-nagyon drága fejlesztések, és abszolút csak a jövő messzi jövőben lesznek majd valószínűleg ilyen repülőgépek, tehát erre most nem lehet számítani. Aztán reménykedik az iparág, hogy lesz fenntartható és nem fosszilis üzemanyag, de ugye ez nem rajtuk múlik, tehát más iparágaktól függ ez a kérdés. Igyekeznek a járat és útvonalakat optimalizálni, de ezen a területen már nagyjából elérték a maximumot, a hatékonysági küszöböt, tehát itt már nincs sok spórolnivaló, és a már említett kibocsátás semlegesítéssel pedig ugye az a gond, hogy sok cégnek a kibocsátási vagy a semlegesítési programja nem teljesen megbízható és nem teljesen fair. Mi a repülés valódi ára? Fenntartható-e a repülés? A Flight Free angol kampány vezetője szerint a repülés csak akkor lehet fenntartható, ha nem történik meg, és az iparágnak teljes mértékben átláthatónak kéne lennie. A brit földbarátai szervezettől Mike Child szerint a repülés luxus, és ezt a luxust igyekeznünk kell igazságosan elosztani a társadalom tagjai között. Figyelembe kell vennünk, hogy egy repülőútára nem csak maga a jegy, a csomag, a vízumára, hanem a környezeti terhelés is, amit okoz, és az utazónak fel kéne tenni saját magának is a kérdést, hogyha a karbonsemlegesítést saját magának kéne megfizetni, akkor repülne-e vajon? Hajlandó lenne ezt a pénzt kiadni az útra? Ugyanúgy kérdés az is, hogy kifizetnénk-e a repülőjegyet, hogyha a kerozin is ugyanúgy lenne megadóztatva, mint a szárazföldi közlekedésben használt üzemanyagok, és tudnánk, hogy ettől mondjuk a repülőjegyünk négyszer annyiba kerül. Vajon akkor repülnénk-e és utaznánk-e? Milyen megoldások léteznek az egyén szintjén először? Hogy az alábbi tippeket sikerülne többé-kevésbé betartani, akkor 20-45%-os megtakarítást is elérhetnénk karbonkibocsátás terén. Az első az, hogy repüljünk kevesebbet, a személyes találkozókat váltsuk ki videóhívásokkal, rövidebb távolságokra utazzunk inkább vonattal, kerüljük a párnapos utakat és a fapados olcsó járatokat. Ha tudunk, választunk olyan légitársaságot, amely új és hatékony gépekkel repül, ne repüljünk nagyon kicsi vagy nagyon nagy gépekkel, mert ezek a legkevésbé hatékonyak, ne utazzunk első osztályon, ezt már beszéltük, ugye, vigyünk kevesebb csomagot, hogy a gép is könnyebb legyen, lehetőleg ne kelljen átszállni, mert ez is növeli a kibocsátásunkat, és kompenzáljuk karbonlábnyomunkat faültetéssel, vagy egy zöld program támogatásával, de olyan zöld program támogatásával, amiről tudjuk, hogy tényleg működik. Mit szeretnének a civilek elérni? A civil szervezetek próbálnak meggyőzni a döntéshozókat, hogy korlátozzák az induló járatok számát, és ne engedjék további repterek megnyitását, azaz szeretnék elérni, hogy az iparág mérete limitálva legyen, és hogy a limitálás ne piaci döntés legyen, hanem közösségi, etikai és politikai döntés. Ez azért érdekes, mert most például van egy európai polgári kezdeményezés, itt alul látható, amit május 10-ig lehet még aláírni, azaz még 5 napig, és ez a kezdeményezés pont arról szól, hogy a repülőgép üzemanyag adómentességét szüntessük meg Európában, és akkor majd valószínűleg kevesebb ember fog repülni, nem kell annyi gép, és fenntarthatóbb lesz az iparág. Ugye az európai polgári kezdeményezések akkor érnek el valamit, hogyha legalább 1 millió aláírójuk van az EU-ból, tehát 1 millió EU-s állampolgár írja ezeket alá, mielőtt az Európai Bizottsághoz benyújtanák őket. Tehát én megnéztem, most jelenleg ennek a kezdeményezésnek 75 000 aláírója van, amiből nem az látszik, hogy az emberek nagyon szeretnének drágább repülőjegyeket fizetni. A civil szervezetek azt is szeretnék elérni, hogy közpénzből ne legyen támogatva a repülés, mert ugye ezt teszi lehetővé, hogy ilyen olcsóak a repülőjegyek, és hogy a repülőgép üzemanyag legyen megadóztatva, ami jelenleg ugye szintén látható, tehát hogy nincs rendesen megadóztatva, és ezért ilyen olcsók
például a fapados jegyek is. Illetve van még egy ötletük, a gyakran repülők adója, amely szerint az egyén adott évi repülésének számával fokozatosan emelkedne ez az adó, tehát minél többet repülne valaki, annál többet kéne fizetnie, de nem sújtanák komolyabban az alkalmanként utazókat. A munkahelyek is tehetnek azért, hogy minél kevesebb legyen a repülőút. Látjuk, hogy 2019-ben a járvány előtt az üzleti célú találkozásokra 1,4 trillió dollárt költöttek globálisan. A járvány azonban bebizonyította, hogy a legtöbb találkozásra lényegében nem is volt szükség, és le lehetett őket bonyolítani a videómegbeszélésen. Tehát legyen kevesebb utazás és több videómegbeszélés. Ha a kollégák úgy gondolják, akkor az üzleti utat köthessék össze nyaralásra, mert akkor egyúttal le tudnak két dolgot is, ezt mondjuk nem tudom, hogy mennyire kedvelnék az emberek, illetve ha hosszabb szabadságot adna az adott vállalat vagy cég, akkor az is valószínűleg csökkenteni az utazások számát. Összejöttem még egy pár országot, akik próbálnak lépni ezen a téren. Ugye Franciaországról hallottuk a hírekben, hogy ők leállítottak 3 belföldi járatot, mind a 3 2,5 óra vonatmenetidő alatti belföldi táv volt. Tehát, hogyha 2,5 óra vonatozással meg lehet tenni az adott távolságot, akkor ott nem járhat tovább repülő. De ez azért érdekes, mert vonattal Londonba is el lehet jutni 2,5 óra menetidő alatt, ott viszont a Párizs-London járatot természetesen nem szüntették meg. Németországban a belföldi légijáratok utasainak 20%-át szeretnék vasútra terelni, azaz nekiállnak fejleszteni és vonzóbbá tenni a vasutat. Ausztria szintén... Bocsánat, Orsi, egy perc még esetleg jó, hogyha esetleg tudod összefoglalni majd lassan. Igen, akkor ezeket átugrom. Itt egy pár oldalt gyűjtöttem össze, hogy például az atmoszfér oldalán ellenőrizhetjük, hogy mely légitársaságok működnek. Kevesebb kibocsátással, milyen semlegesítési lehetőségek vannak, például a Green Dependent faültetési programja. És a legvégére hagytam azokat a diákat, amik arról szólnak, hogy egyre több utazó dönt úgy, hogy nem repül egyáltalán, vagy nagyon-nagyon keveset, vagy egyáltalán, és kezd kialakulni egy olyan trend, ahol ciki és gáz repülővel utazni. Van egy ilyen közösség is, a Flight Free, repülésmentes közösség, tehát hogyha valaki ezen az úton jár és szeretne közösséghez tartozni, akkor nekik ajánlható ez a Flight Free oldal. És a végére hagytam egy karbonszegény repülésképet. Köszönöm szépen! Kicsit maradunk még a repülés témájánál, mert gondoltuk, hogy megosztjuk, hogy Magyarországon vannak-e ilyen emberek, akik azt választják, hogy igen, ők nem repülnek, vagy hogyha repülnek, akkor szeretnék a hatásukat kompenzálni. Mi is tudunk ebbe segíteni a Green Dependentnél, és erre szeretnénk most példákat mondani, csak egy kicsit nehezen találom meg a diáimat. Jó, szóval, hogyha mégis repülünk, Orsi is említette, hogy mi a Green Dependentnél is próbálunk ebbe segíteni, hogy felelősséget vállaljanak utazók a repüléseikért, vagy akár az autós vonatos útjaikért. Mi avval segítünk, hogy kiszámoljuk az utazás karbonlábnyomát, ez azt kell megadni számunkra, hogy ki hová utazik és mivel, illetve utána segítünk érte felelősséget vállalni azzal, hogy őshonos gyümölcsfákat ültetünk, vagy hozunk gyümölcsfákat annak, aki utazott, és esetleg szeretné maga elültetni őket. Ezeket a fákat mi egy biodiverzitás megőrző helyről, egy úgynevezett tündérkertből hozzuk, és hogyha minket kér meg az illető az ültetésre, akkor iskola és non-profit kertekbe ültetjük őket, ahogy az a képen is látszik, hogy így hozzájáruljunk az ő oktatásukhoz is, illetve helyi élelmiszerkertek létesítéséhez.
És hogy vannak-e ilyen emberek? Igen, egyre többen megkeresnek minket, hogy segítsünk nekik ebben. Például kis Veronika és családja, akik a képen látható utazáson vettek részt, és ők egyébként igyekeznek egy zölden nyaralni, tehát például igyekeznek hosszabb időre és ritkábban menni, és ha ott vannak, akkor is megismerni a helyi közösséget, ott helyben környezetbarát módon utazni, étkezni, stb. Ők 32 fát ültettek ennek az utazásuknak a kompenzálására. Aztán a másik képen látszódik Adrián, akik rokonlátogatásra mentek Los Angelesbe, és ők részleges kompenzációt vállaltak, Adrián látszik a képen, és 20 fát ültettek. Tehát mindenki, mi lehetőséget adunk arra, hogy mindenki az épp rendelkezésre álló keretei között tudjon felelősséget vállalni. Mi tanúsítványt nem adunk, hanem kifejezetten azt szeretnénk erősíteni, hogy felelősséget lehessen vállalni. Megismerni az utazás karbonlábnyomát és felelősséget vállalni érte. És most adnám a szót át Zólyomi Áginak, kollégánknak, aki korábban szintén fordult hozzánk, és aki szintén felelős utazó, és ha már itt van köztünk, akkor gondoltuk, hasznos lehet nektek, ha megismertek valakit, aki tényleg csinálja ezt a saját utazásai kapcsán. Ági, tiéd a szó! Köszi szépen, Edina, és szép estét mindenkinek. Most kicsit félve vallom be, hogy miután ördögtől való ez a repülés, mint kiderült a kollégák előadásaiból, hogy én sajnos nagyon sokat repültem, és ezért fordultam a Tree Dependenthez, illetve Edinaékhoz, Green Dependenthez. De miért is azon kívül, hogy rengeteget repültem, főleg biznisz céllal, miért is gondoltam, hogy ez így ez jó ötlet lesz. Így elsősorban a motivációm azonnal jött. Igen, sajnos felvillant a bűnös táblázat. De még mielőtt erről beszélnék egy kicsit, ugye a motivációmról, hogy honnan is jött. Így 5 évesen kb. Élő bolygó fan lettem, és David Attenborough-on nőttem fel, ami megalapozta azt, hogy ezzel is fogok foglalkozni, a természetvédelem, a környezetvédelemmel is lám, így is lett. Tehát már jó pár éve ezzel foglalkozom, szakmai szinten is, és hát így adott volt, hogy azért egyre jobban belelátok, van valamilyen tudásom arról, hogy ez hatalmas impact az élővilágra, a természetre, a repülés, illetve bármi, amit csinálunk gyakorlatilag. Csinálj jött ez, hogy azért sok repüléssel egyre inkább nőtt a bűntudat is, hogy hát ez bizony kéne ellene tenni valamit. Ugyanakkor persze én is, mi sokan szeretünk utazni, nem feltétlenül repülni, de mindenképp szeretünk utazni, és akkor ehhez még jön ugye a munkacél. A másik motiváció pedig ugye az volt, hogy volt egy tudásom arról, hogy Edinaék léteznek, és csinálnak egy ilyen kompenzációt, mert segítettek minket az előző szervezetembe, ahol kompenzáltunk eseményeket, és így tudtam, hogy van ilyen lehetőség, hogy fákat lehet ültetni. És akkor ugye adott volt ez a remek táblázat, ami megmutatja, hogy viszonylag sok karbonlábnyomot termeltem. Ugye, ha jól emlékszem, akkor azt mondtátok, hogy 2 tonna, az lenne az ideális, hát ezt kicsit így meg sokszoroztam, sajnos. És ugye kiszámolták nekem Edina, és akkor megkértem Edinaékat, hogy akkor lássuk, mennyi az annyi. És ők nagyon kedvesen kiszámolták nekem, hogy ez, ha 10 évre kompenzálok, akkor ez 200 fa lesz. És én mondtam, hogy akkor hajrá, ültessünk, és akkor ültettünk 200 fát. És miért is volt ez így jó azon kívül, hogy nyilván nem azt mondta, hogy megkönnyebbültem a karbon lábnyomótól egy kicsit. Ugye ez volt a cél, hogy azért kompenzáljam a repülésemet, mert üzleti cél miatt nem nagyon tudtam megszüntetni őket. És az egyik dolog az volt, hogy a Tree Dependent, a Green Dependent nem csak kvázi sima fákat ültet, mint hogy van, nyilván azok is nagyon fontosak, de meg volt az extra funkció, hogy ezek gyümölcsfák. Nem csak esztétikusak, szépek, hanem élelmiszerforrás is. És ez ilyen
kicsit ilyen pluszt adott a dologhoz. A másik ilyen extra, amit kvázi az ő szolgáltatásuk nyújtott, az az, hogy nem mint a más kompenzációs oldalt kerestem volna, de a másik az az volt, hogy ők nagyon kredibilisen, nagyon hitelesen, transzparensen csinálják, tehát amikor megveszik a fákat, egyrészt mindenki választott, hogy miért szeretne, másrészt pedig eldönthettem én, lehet, hogy csak privilégizált helyzetben voltam, de megkérdezték, hogy hova szeretném ezeket a fákat, és hogyha van rá lehetőség, akkor megpróbálják azokra a helyekre eljuttatni. És én azt választottam, hogy olyan helyekre próbáljuk ültetni a fákat, ami az én környékemen van, és ezzel kicsit úgy éreztem, hogy így hozzájárulok így a közösség, vagy a környékem ilyen zöld fejlődéséhez. A további plusz, ami nagyon jó volt, hogy úgy is látszik a képeken talán, hogy mindenki ilyen iszonyú lelkesen ült át, és hogy ezzel így másokkal is így kvázi jót teszek, vagy hogy másoknak is ez ilyen pozitív élmény nyújthat, hogy kapnak gyümölcsfákat, azokat nevelhetik, majd pár év múlva esetleg esznek a gyümölcséből, és ez ilyen tök jó érzés. Ilyen pozitív érzés volt, illetve hogyha nagyon szeretném, akkor akár el is tudok menni, és megnézni, hogy néznek ki ezek a gyümölcsfák, mennyit fejlődtek, ami egy olyan kézzelfogható élményt ad, és kicsit könnyít a lelkemen a sok utazással. Úgyhogy ezáltal is szeretném megköszönni a Tree Dependentnek, a Green Dependentnek, hogy így ezt így lehetővé tették, és hozzájárultak nem csak az én bűntudatom könnyítésén, hanem a helyi közösségek, nem csak a helyi, akik kértek gyümölcsfát, azoknak így a jólétéhez kvázi. Még annyit mondanék, hogy én is szereztem gyümölcsfákat, hogy ez a középső alsó képen ott nagyon próbálom elérni a Kristóf által tartott szásdobozt, hogy ők még nem teremnek idén, mert viszonylag így még azért kell nőniük, de amit 5 évvel ezelőtt a rendezvény kompenzációként kaptunk a Green Dependent, azt nagyon remélem, hogy idén már ehetek abból a barackból, megszereztünk, úgyhogy én ezt mondanám, és még egyszer köszönöm én a lehetőséget. Hát nagyon szívesen, és tényleg fontosnak tartjuk azt, hogy ugye nem lehet egyik napról a másikra teljesen felfordítani az életünket, vagy hát általában nem lehet, és mi segítséget szeretnénk adni ahhoz, hogy lépésről lépésre elinduljunk ezen az úton, akár először csak azzal, hogy megtudjuk, hogy tényleg mekkora annak az utazásnak a karbonlábnyoma, és akkor fokozatosan csökkenteni ezt, illetve a maradékért, ha még nem tudjuk teljesen megszüntetni, akkor felelősséget vállalni valamilyen módon, úgyhogy a körülöttünk lévő közösséget gazdagítjuk. És itt befejeznénk azt a részt, ahol az utazásról, szabadidőről, egyéni, otthoni dolgainkról beszélnénk, és egy kicsit pár gondolatot megosztanánk azzal, hogy hogyan is tudunk tovább lépni, hogyan tudunk a közösségek erejére építve akár a saját korlátainkat, háztartási korlátainkat legyőzni. Nagyon sok esetben, ugye, hogyha nincsen, tehát hogyha a főáramú társadalom még nem ad lehetőséget arra, hogy mi teljesen zölden éljünk, hogy minden zöld álmunkat megvalósítsuk, mert például nincsen megújuló energia, tehát nem tudunk átkapcsolni egy kapcsolóval arra, hogy megújuló energiát használjunk, vagy nem feltétlenül van a közelünkben autómegosztó rendszer, vagy a képen látható teherbicikli, tehát nincs ilyen, ezt a szükségletünket, hogy szeretnénk ezt választani, még nincs rá könnyen elérhető megoldás, akkor alulról szerveződve társadalmi innovációval a közösség létrehozhat egy ilyen
megoldást, lehetőséget, egy bevásárló közösséget. Elég sokszor sokat beszéltünk erről az előző alkalmon az élelmiszertermelés kapcsán, hogy hogy lehet bevásárló közösséget, dobozrendszert, közösségi mezőgazdálkodás megoldást létrehozni, vagy akár egy ehető települést. Ezekre most nem térnék ki, de szeretnék mondani pár közlekedéssel kapcsolatos példát. Nagyon egyszerűektől elkezdve a kicsit bonyolultabbig. Például nagyon elterjedt, ugye az én gyerekkoromban még abszolút az volt a normális, hogy sétáltunk, meg tömegközlekedtünk az iskolába, akkor is, ha messze volt nekem, több mint fél óra volt elsős koromban eljutni az iskolába, és együtt mentünk a szomszédságban lakó gyerekekkel, gyalog, aztán busszal. Most nagyon sok szülő azt gondolja, hogy nem biztonságos egyedül gyalogolnia vagy biciklizni a gyerekeknek, ezért például Milánóban kitaláltak egy olyan megoldást, hogy gyalogló busz. Ez látszik a képen, hogy egy-két felnőtt kísér 5-10-15 gyereket, akiket előre meghatározott megállókban gyűjtenek össze, és mivel még nagyon kicsik, ezért egy ilyen kis kötelet fognak, hogy nehogy elvesztenek az úton, és az egy-két felnőtt elkíséri őket az iskolába. Hazafelé ugyanúgy, és a megállókba felveszik, vagy leteszik őket. Ugyanerre hasonló megoldás van biciklire is, tehát hogy nem minden gyerek egyedül biciklizzen, főleg ha még kicsik, egy-két felnőtt kíséri őket, biciklizik velük, és megálló helyeken, gyülekező pontokon veszik fel őket, vagy gyűjtik be őket a csapatba. Vagy hogyha például biciklizünk, de néha kellene nagyobb cuccot szállítanunk, nem érdemes mindenkinek saját teherbiciklit vennie, több közösség van már Budapesten, illetve Magyarország különböző településein, akiknek közösen van egy teherbicikli parkjuk, vagy akár csak egy teherbicikli, és akkor azt együtt tartják fenn, lehet kölcsönözni, úgymond. Ugyanígy az autómentes életmód is nagyon jó, és sokszor vonzó, főleg ha tömegközlekedéssel, bicikli utakkal jól ellátott helyen élünk, de van azért olyan, hogy néha jó lenne egy autó, például ha nyaralni megyünk, vagy hogyha költözünk, vagy szállítanunk kell valamit, vagy kórházba kell elvinnünk valakit, akkor nagyon jó jön egy autómegosztó rendszer, ahonnan akár különböző autókat is kikölcsönözhetünk előre megosztott igények alapján. De akár autómegosztás kapcsán olyanra is gondolhatunk, hogy együtt járunk munkába, vagy együtt visszük iskolába a gyerekeket, hogy ne kelljen mindenkinek külön autóznia. Vagy ugye Magyarországon is elég elterjedt az Oszkár és hasonló rendszerek, ahol autósok beírják, hogy ők hová mennek, mennyi hely van az autójukba, és be lehet jelentkezni utitásnak. Ilyennel akár külföldre is utazhatunk. Tehát tényleg nagyon sok megoldás, közösségi megoldás lehet. Az a lényeg, hogy valakik elkezdjék megszervezni, és ebbe bevonják először a barátaikat, aztán később egy nagyobb közösséget. A másik ilyen közösségi rendszer a közösségi energiatermelés. Ez Magyarországon még nem igazán elterjedt, de most egy nagyobb motiváció és löket elé nézünk, mert az Európai Uniónak van egy direktívája, ami előírja, hogy minden tagországnak lehetővé kell tennie, hogy az állampolgárok közösségei termeljenek, fogyasszanak, tároljanak és eladjanak energiát. Tehát akár az utcánkban lakókkal összefogva létrehozzunk egy napelemparkot, vagy akár a saját tetőinken lévő napelemeket összekössük, és egymástól vegyünk energiát. Például, ha az én tetőmön nincs elég napelem, tehát nem tudom a saját szükségleteimet kielégíteni, akkor a szomszédnak, akinek nagyobb a teteje, vagy jobb kitettségű a teteje, tőle tudok vásárolni energiát, és nem kell mindenkinek egy nagyobb rendszer részének lenni, hanem lehetnének kicsi helyi rendszerek. Ahogy mondtam, Magyarországon még nincs ilyen működő példa, de összeállítottunk a kislábnyom.hu oldalon egy nagyon inspiráló, szerintem nagyon inspiráló adatbázist, hogy milyen példák vannak a világban. Egyet meg is osztok. Ez például New Yorkban a Brooklyn Microgrid
egy ilyen rendszer, amit most meséltem el, ahol a szomszédtól vehetünk energiát, vagy a szomszédnak adhatunk el energiát azzal, hogy a házak tetején vannak napelemek. Sőt, ez a kis rendszerbe van kapcsolva egy nagyobb rendszerbe is, és a környéken található vállalkozások is vehetnek tőlünk energiát, vagyis hát nem tőlünk, hanem az ott lakóktól energiát, illetve ha az ő tetejükön, vagy például egy munkahely tetején, egy irodaépület tetején van napelem, ők pedig eladhatnak hétvégén a lakosoknak energiát. Itt is, ha majd elküldjük a diákat, betettem egy linket a kép alá, ahol lehet többet olvasni ezzel a kezdeményezésről, és elindítani a fantáziánkat, mert lesz Magyarországon is erre jogi, pénzügyi és infrastruktúrális lehetőség, lesznek ilyen támogatások, sőt, ahol nincsenek, Hollandiában, Németországban, Spanyolországban rengeteg olyan példa van, ahol a törvényeket azért változtatták meg, mert alulról jövően a lakosság részéről igény van rá. Spanyolországban az egyik legnagyobb közösségi energiarendszer egy egyetemi professzor indította el azzal, hogy a diákjaival kutatta ezt a témát, és a diákok belelkesedtek, és elkezdtek szervezni egy ilyen rendszert, és mára ez Spanyolország egyik legnagyobb közösségi energia rendszere lett. Tehát tényleg érdemes olvasgatni a témáról, és elindítani a fantáziánkat. Vagy más közösségi megoldások, a közösségi lakóövezetek, az egyik egy német lakó autómentes övezet Freiburg városában. Itt is a lakosság kereste meg az önkormányzatot, hogy ők szeretnének biztonságos autómentes környéket, energiatakarékosak a házak is, de ők szeretnének tovább lépni és autómentes utcákat kialakítani. Ezért az önkormányzattal együttműködve elérték azt, hogy nem lehet parkolni ezen a környéken, csak a környék szélén lévő parkolóházakban, vagy autómegosztó rendszerekhez csatlakozni, és fejlesztették ezzel párhuzamosan a tömegközlekedést is, hogy azért el tudjanak jutni az emberek munkába, vásárolni, stb. De itt is, ahogy mondtam, a közösség kezdte el. Vagy a másik, az angliai Lilac példa, akik barna mezős beruházásként, de szintén családok álltak össze, ők szerettek volna minőségi, környezetbarát lakásokat kialakítani, de elérhető áron, tehát nagyon fontos volt nekik, hogy a lakások bárki számára elérhetőek legyenek Angliában, ez Leeds városában található, és a lakások mellett legyenek közösségi funkciók is, tehát vannak például közös nappalik, közös könyvtár, kert, itt van nekik teherbicikli parkjuk is, meg ilyesmi, tehát egy közösséget hoztak létre, de ez egy olyan közösség, ami nem zárt, tehát lehet hozzá ma is csatlakozni, van olyan, hogy eladó lesz egy lakás, és akkor bizonyos feltételek mellett meg lehet venni. De ezt is teljesen átlagos angol családok kezdték el szervezni, és az építkezésen maguk a családok is részt vettek. Magyar példák is vannak, ezek nem kifejezetten energiásak, ezeket azért tettem be, hogy tudjatok majd nézelődni, tudjátok felfedezni, hogy mi van nálunk Magyarországon. Ezek általában kevésbé szoros közösségek egyelőre, de érdemes tényleg kutakodni, meg megnézni, hogy akár meglátogatni, hogy mik elérhetők itthon. A másik továbblépési mód a közösségeken kívül, hogy egy kicsit átalakítjuk a szemléletünket, és arról, hogy egyre növekszik az energiaigényünk, mert ez tény, világ és országos szinten is egyre növekszik az energiaigény, kicsit átállítjuk magunkat, és az energiamértékletesség szerint kezdünk el élni, tehát nem azt nézzük meg, azt arra alapozzuk a szükségleteinket kicsit, hogy mennyi az elérhető mennyiségű energia. Tehát kicsit arról, hogy mindenki nagy, kényelmes, tágas házakat épít, kicsit átállunk arra, hogy megnézzük, hogy tényleg mekkora az a méret, ami szükséges és lehetséges a jelenlegi körülmények között, mert nincs
nincsen akármennyi energia elérhető világszinten. Ugye a bolygónknak vannak korlátai, és ezeket muszáj vagyunk figyelembe venni, ha el akarjuk kerülni a tragédiát. Ez az egyik szempont, hogy nincsen akármennyi energia. A másik szempont, hogy ugye nagyon sokan vannak, akiknek az alapszükségletei, alapenergia szükségletei nem teljesülnek, és energia szegénységben élnek, tehát nem tudják kifűteni, világítani a lakásaikat, nincsen áram a tanuláshoz, stb. Tehát velük osztoznunk kell az elérhető energia mennyiségen, és ehhez is szeretnék egy példát mondani, hogy tényleg egy kicsit megfoghatóvá tegyem ezt a filozófiai szempontot. Egy angliai falu példáját szeretném hozni, akiknek a lakosai elhatározták, hogy ők zéró karbon kibocsátású település szeretnének lenni. Ennek érdekében, ahogy látszik a képen, közösségi gyűléseket tartottak, hogy ezt hogy lehet megvalósítani saját otthonukba, közösségi szinten a településen. És rájöttek, hogy egyik pillanatról a másikra nyilván nem tudnak teljesen zéró kibocsátásúak lenni, ha ez egyáltalán lehetséges. Ezért ők elhatározták, hogy teljesen önkéntesen az extra, tehát a fenntarthatón felüli karbonlábnyomukért fizetnek pénzt egy közösségi alapba, és ebből a közösségi alapból támogatták szélkerék építését Indiában egy településen, egy olyan településen, ahol egy olyan régióban, tehát nem is csak egy településnek oldódott így meg az áramellátása, egy olyan régióban, ahol még nem volt áram, vezetékes áram a lakásokban. És így az angliai település lakóinak segítségével meg lehet ezt valósítani. Tehát ők egy gazdagabb országban vállalták azt, hogy megosztják az erőforrásaikat egyelőre pénzügyi szinten, hogy máshol is lehessen fenntartható energia, amiből ráadásul még felesleget is termelnek, amit el tudnak adni, és így a szegény indiai település lakói bevételhez is jutnak. Tehát van hová még fejlődnünk, van potenciál, összeállhatunk a barátainkkal, munkatársainkkal, ezen gondolkodni, és igazából reméljük, hogy inspiráltunk is mindenkit, hogy elinduljon ilyen úton is. És most a másfél órán kicsit túlfutottunk, ezért elnézést is kérek, de ha valakinek van kérdése, akkor légy szíves, nyugodtan tegyétek fel, vagy osszátok meg, nem tudom, hogy voltak-e már kérdések a chat. Jaj, igen, lehet, hogy voltak. Itt volt két kérdés, illetve komment Mártontól. Igen, ezt elmondott Kristóf, légy szíves, mert nekem nem volt még időm. Az volt, hogy a Transport and Environment kutatása szerint a hibrid autó rosszabb, mint egy hasonló kategóriájú sima robbanó motoros. Nem tudom, Márton itt van-e még, vagy itt vagy-e még, hogy ez pontosan mit akar, vagy milyen szempontok alapján volt, mert így ezt nem tudom, hogy most a teljes életciklus elemzés szempontjából nézték a dolgot, vagy mi volt itt a szempont. Lehet, hogy már nincsen itt Márton. Valószínű, ha ez igaz, én nem láttam ezt a kutatást, ha ez igaz, az esetleg az akkumulátorok miatt lehet, de egyébként egy kicsit kételkedek benne, úgyhogy ennek kénytelenek leszünk utána nézni. A másik kérdés az volt, hogy a Netflixhez köthető karbonkibocsátás, hogy viszonyul a DVD-khez, VHS szalagokhoz. Hát erre sajnos nem tudok válaszolni, mert ilyen kutatást sem láttam, viszont a Netflix karbonkibocsátását az nagyon nagy mértékben megnöveli, hogy online rendelkezésre állnak ezek a filmek, és szerver faluk kellenek ahhoz, ugye, hogy ezeket tárolni tudják, amiknek a hűtési költsége nagyon nagy. De nem láttam ilyen összehasonlítást, úgyhogy sajnos erre sem tudunk most válaszolni. Nem tudom, hogy közben lett-e esetleg más kérdés, vagy kíváncsiak vagytok-e valami másra. Ha nem, akkor
Csak elmondom még, hogy, de ezt most már nem vetítem le, hogy összegyűjtöttünk még nektek olyan helyeket, ahol tudtok további információkat, tippeket találni, illetve ahol meg lehet nézni a Green Dependent YouTube csatornáján az előző ilyen alkalmak videóit, és szerettük volna megköszönni, hogy eljöttetek, és meghallgattatok minket, reméljük tudtunk nektek új dolgokat mondani, hozzájárultunk egy kicsit, felkeltettük a fantáziátokat, elindítottunk gondolatokat, és hát majd nagyon szép nyarat kívánunk, próbáljatok ki karbon, kislábnyomos karbon kibocsátásmentes szórakozási formákat, és tényleg köszönjük szépen, hogy itt voltatok. És fogjuk küldeni a diákat. De menet közben valakinek van még kérdése, nyugodtan lehet persze kérdezni, vagy hozzászólni. Igen, mert mi még itt maradunk.